Időben el fognak tűnni az utcáról a pártok választási plakátjai, legalábbis ezt ígérték a híradónknak nyilatkozó ellenzéki politikusok. Erre már csak 2 napjuk van, mert hivatalosan május 8-áig kell elvégezni az ezzel kapcsolatos munkát a pártoknak. Ha ez valamiért mégsem sikerül, akkor az önkormányzatok kezdik meg a takarítást, azonban ennek költségét áthárítják majd a pártokra. A választások előtt ki se lehetett úgy lépni az utcára, hogy ne találkozzunk valamelyik párt szavazásra buzdító plakátjával. A képen középen Gyurcsány Ferenc látható. A Fidesz még sajtótájékoztatót is tartott, amikor bemutatták a párt új plakátját, amelyen az ellenzéki vezetők láthatóak Soros György ölelésében. Majdnem egy hónappal a választások után már nincsenek sajtótájékoztatók új plakátokról, viszont néhány régi még most is kint van az utcákon. Ez még 2 napig nem probléma, de 2 ez már szabálytalannak számít. Hogy eddig is, ezután is be fogjuk tartani az erre vonatkozó jogszabályokat. Én ugye Óbuda Békásmegyeren voltam egyéni képviselő jelölt, és azt meg is nyertük, és például ott már mindenhol leszettük az általunk feltett plakátokat, úgyhogy azt gondolom, hogyha ez ott sikerült, akkor máshol is fog. Ma még több Szél Bernadettet ábrázoló óriás plakát is kint volt az utcákon, de a párt szóvivője szerint időben lekerülnek ezek is. Már majdnem mindenhol leszettük ezeket a plakátokat. Itt alapvetően plakát kihelyező cégekkel voltunk kapcsolatban, akik szintén kihelyezték és levették ezeket a plakátokat, illetve aktivistáink is, tagjaink is nagyon sok plakátot raktak ki önerőből, és ezekben a napokban is dolgoznak, hogy ezeket eltávolítsák. A DK-nál a jelöltek is beszálltak a munkába. Néhány helyen azért még így is lehet találkozni a párt jelöltjeinek képmásával. Nagyon sok helyen már végeztek ezzel a munkával, máshol már csak újra járják az utcákat, hogy nem maradt kint. Természetesen a DK megteszi ezügyben, ami a kötelessége. A plakátok nagy részét az Együtt is leszette már mindenhonnan, de Juhász Péter azt mondta híradónknak, ha esetleg bárki lát valahol a párthoz kötődő plakátot, az nyugodtan szóljon. Hát nekünk nagyon nagy szerencsénk volt a választások kapcsán, hogy a plakátjainak a 90%-át azt maga Fidesz vette le még a kampány során. Tehát ilyen értelemben e tekintetben akár hálásak is lehetünk nekik, mert nagyon sokat besegítettek. Juhász Péter azt is elmondta, jól állnak a gyűjtéssel is. Már 138 millió forint jött össze támogatóktól arra, hogy az Együtt vissza tudja fizetni a választási kampányra kapott állami támogatást.